vendégeknek bemutatkozom, Szegfi András filmtörténész vagyok, én vezetem itt a beszélgetést, és a mai napon a Palimpszest című filmet fogjuk látni, 2009-ben készült. Itt ül mellettem a rendező, Tomokos János, a film szakértője Han Anna, és Egeres Katalin, aki a rendezőnek a jobb keze, bal keze és mindene volt a forgatás során, úgyhogy nagyon örülök, hogy mind a hárman itt vagytok, itt vannak. Köszönöm szépen. És én ezzel le is ülök a helyemre, de gyorsan adok már egy kérdést Jánosnak, hogy hogy kerültél a filmhez, 25 éves jubileumod van mostanában? véletlenül kerültem a filmhez, abszolút. Mert én néprajzos voltam, aztán kimentünk Mexikóba indiánozni, és ott kellett valaki, aki kamerázik. És akkor hát én 70-es évben valamikor volt kamera a kezembe, de az még szuper 8-as volt. És akkor már ugye a 90-ben ez már vége volt, és videó volt. Pontosabban a DV, szóval a DV kazettás videómagnak voltak, és akkor gyorsan elrohantam még a kiutazás előtt egy-két ilyen fogást megtanulni, hogy kell bekapcsolni, meg mit kell csinálni, és a többi. De akkor felvétek, annyira belementem kint, hogy annyira megtetszett az egész dolog, hogy utána már nem is akartam abba hagyni. Körülbelül. Hát köszönjük szépen, az eredményt fogjuk majd látni néhány perc múlva. A filmnek a címe az, hogy Palimpszest. Ugye ez egy idegen szó, és olyan kéziratot, ha jól tudom, egyiptomi kéziratokat jelöl, ahol az eredeti szöveget eltávolították azért, hogy újra felhasználhassák a pergament, de aztán később a történészek, kutatók valahogy mégis az eredeti szöveget is elő tudják hozni a fedő szöveg, a ráírt szöveg mögül. Han Anna, aki a filmnek a szakértője volt, és ha jól tudom, maga hozta ezt a témát Jánosnak. Mi ez a palimpszest? Mit töröltek le, és mit kellett előhozni? Maga hogy találta meg ennek a filmnek a témáját? Hát az az igazság, hogy a Kati és a János adta a Palimpszest címet. Én inkább arra beszélnék néhány szólt, hogy hogyan ismerkedtem meg Gustav Spöt filozófiájával. Az 1970-es években a témavezetőm az Irodalomtudományi Intézetben Nyírő Lajos ismertett meg, és azt is el kell mondanom, hogy jóval később ismertem meg Gustav Spöt személyes sorsát, meglehetősen tragikus személyes sorsát, mint a filozófiai nézeteit. Több olyan helikon szám is volt, ami speciálisan, ahol magam is írtam Gustav Spöt esztétikai és filozófiai nézeteiről, de az igazi fordulat akkor következett be, amikor 2002-ben Gustav Spöt leányával, Marina Gustavovna Spöt Storchal együtt utaztam 3 álló napon keresztül Tomszkba. A Tomszkba minden évben ezek közül a 2008-as volt az, amikor János és Kati, Egeres Katalin csatlakoztak hozzám, és forgatták ezt a filmet, részben Tomszkban, részben pedig Moszkvában. De amikor 3 álló napon keresztül együtt utaztam Marina Gustavovnával, tulajdonképpen akkor az ő elbeszéléséből ismertem meg az édesapjának, Gustav Spöttnek a sorsát, aki, meg kell mondanom, hogy Oroszországban a fenomenológiai filozófia meghonosítója volt, ennek az irányzatnak a meghonosítója, bár azt is el kell mondanom, ez majd a filmből is kiderül, hogy az édesanyja lengyel volt, az édesapja pedig magyar valószínű. Tehát, hogy ő annyira orosz, hogy hát egy, az, a, hogy is mondjam, mint ahogy mi az itt ülök vagyunk. De végül is Moszkvában egy komoly intézetet vezetett, és hát a többit azt azért nem mondanám el, mert
mert az ki fog derülni a filmből. Köszönöm szépen. Annyit azért megmondhatunk, hogy egy tragikus sorsa lett, és sok titok is keletkezett ezzel kapcsolatban, aminek aztán a film utána megy. Kati, mennyire volt nehéz ezt a filmet csinálni? Mit kellett magának segítenie Jánosnak? Hát cipekedni nehéz volt, mert először a tanárnővel, Annával mentünk együtt Tomszkba, illetve a aztán volt nálam. Hány kilométer Tomszk? 4 óra repülőút. Vonattal 3 nap. Moszkvából. Minden 6. Igen. És hát vittük az egész cuccot, tehát nagyon sokat kellett cipekedni. A forgatás nem volt nehéz. Tehát annyira vitt magával a Marina Gusztávovna az ötleteivel, a személyiségével, hogy nagyon-nagyon mind volt. Értem. Volt-e valamilyen ellenállás azzal kapcsolatban, hogy filmet készítsenek erről a témáról? Nem, egyáltalán nem volt ellenállás. Tehát amikor mi csináltuk, akkor már nem volt. Ráadásul a közeg, ahová mentünk, tehát a konferencia, ott mindenki tudta, hogy kiről van szó, mindenki nagyon tisztelte. Ott volt a Marina Gusztávovna, aki a konferencia résztvevőit is magával ragadta, úgyhogy ilyesmi nem volt. Korábban volt. Köszönöm. János, a Hamletben van ez az ismert sor, hogy mit neki Hekuba és ő Hekubának. Mit neked Gusztáv Spett? Hogy lesz egy magyar filmrendezőnek, dokumentumfilmrendezőnek az a mániája, hogy erről a lengyel-magyar származású orosz filozófusról neki okvetlenül filmet kell csinálnia? Hát ez itt egy kényes terület, talán szerint ugye nem is Spettről szól ez a film, és ez nagyon nehezményezi. Valójában nem Spettről szól a film, hanem az egész szituációról. Inkább. És a miután főszereplője a lánya, aki egy fantasztikus dolog, hogy valaki 92 évesen tökéletesen emlékszik a 30-as évekre. Tehát a szovjet 30-as évek, sőt már nem a 20-as évek élményszerű visszaemlékezése az elragadott egyszerűen, és kicsit valóban kikerült bőlösvet. De most a konferencia is, ugye nem kell félni, ez a konferencia nincs benne a filmben. Ez egy későbbi filmben lesz benne, ami valóban Spettről fog szólni, és ott csináltunk anyagokat, interjúkat, csak hát ennek az egésznek az anyagi háttere az ugye ez kérdéses, az nehéz dolog. Talán válaszoltam. Szóval mindenképpen a Marina Gusztávovna elvitte az egész dolgot. Által, és maradt ő a főszereplő, az ő élményanyaga, az ő viselkedése, az ő visszaemlékezése. És ott van a háttérben az a világ, amiben Spett, meg a tragédiája van. Meg a korábbiak, tulajdonképpen az ősök tragédiái. Amit az a papírusz, ha már kezdjük, térjük vissza a címre, ugye amit úgy le akartak törölni, szóval lekaparták róla ezt az orosz értelmiségét, tehát likvidálták szabályszerűen Sztálin, és vagy elhallgatatta. Tehát egy hallgatás évtizedei voltak ezek, amikor egyszerűen eltűnt ez a forradalom előtt, 17 előtti értelmiség, meg a 20-as évek, ami egy hatalmas dolog volt. Egyszer eltűnt, és 9, tulajdonképpen, mert ez a nagyobb, ugye, hogy mikor került újra elő térben, de hát különböző fokozatai vannak ennek, de végül is a 90-es években már úgy lehetett ez a foglalkozni, de az ismertem még mindig nem igazán. Tehát nem magával a Spett munkásságával, hanem azok a irattárak nem nyílnak meg azért továbbra se, ahol ezek a likvidálásnak a tényszerűség, vagy az adatszerűség kutatni lehetne.
Tehát egyszerűen most vagyok egy másik filmben benne, ahol próbáltunk szerezni iratokat lágerből, és nem, egyszerűen nem kaptunk semmit. Jó, hát itt viszont kaptatok, úgyhogy most megnéznénk a filmet, és a film után ugyanúgy, mint eddig, 3 perc szünet után szívesen látjuk Önöket beszélgetésre a filmalkotóival. Köszönjük. Nos, hát folytatjuk a film előtt megkezdett beszélgetést, de hát most már a film birtokában. Anna, hadd kérdezzem meg azt, nem filozófus, nem irodalomtudós emberek számára, mint amilyen azt hiszem itt a nagy többségünk. Meg lehet úgy fogalmazni Spét filozófiáját, hitvallását, hogy azt mi is megértsük, tehát ne csak a szakemberek? Hát nehéz erre válaszolnom, mivel elmondtam már előzetesen azt, hogy én sokkal előbb ismerkedtem meg Spét filozófiai és esztétikai nézeteivel, mint sem a személyes sorsával. És hát úgy gondolom, hogy ez a film azért megrázó mindannyiunk számára, akik megnéztük, mert itt hát akkor 92 éves volt a Mariana Gusztávna Spét Storch, ma már 98 éves, és még mindig jó egészségre körmelt, ha szabad ezt mondani. Tehát úgy gondolom, hogy ez biztos, hogy mindenki ezt közelebb hozta a filozófusnak a személyes sorsát. Én nagyon nehezen tudok erről beszélni. Életemben először, amikor 2002-ben voltam ezeken a Spét felolvasó üléseken, és ott előadást tartottam, akkor, mint elmondtam, együtt utaztam Mariana Gusztávna Spéttel egész úton 3 napon keresztül, és ott készítettek velem egy riportot. Ezt a Jánosék készítették CD-ben is. És ott azt kérdezték tőlem, hogy attól, hogy mi itt Magyarországon Gusztáv Spéttel foglalkoztunk, nem üldözötte bennünket a KGB vagy valami? Tehát, hogy ez volt az első kérdés. Ebben az a hölgy, aki egy ilyen magán tévétársaságnak, a TV2-nek a vezetője volt, maga is filozófia történész, ezt kérdezte tőlem. De nem, úgy gondolom, hogy nem. Tehát itt Magyarországon akkor azokban az időkben, a 70-es években egy viszonylag szabadabb szellem uralkodott, furcsa ezt most kimondani, de senki soha nem bántott ezért bennünket, hogy Spéttel foglalkoztunk, és az ő nézeteit ismertettük. Hát itt gondolom, hogy a megrázó ereje ennek a filmnek abban van, hogy itt először tárulkozik fel a Mariana Gusztávna Spét elbeszélésen keresztül magának Spétnek a személyes sorsa. Nem kívánok többet mondani, mert én csak sokkal később ismerkedtem meg, éppen a 3 napos úton keresztül, amikor Tomszkba utaztunk Mariana Gusztávnával, akkor elmesélte az édesapja élettörténetét. Sajnos nem volt nálam sem magnetofon, semmi, csak az emlékemben őrzöm ezeket a beszélgetéseket. Köszönöm szépen. János, te ki tudtad deríteni, hogy mitől fasiszta egy orosz-német szótár? Na, amiért még válaszolni, nem tudnak lehet, mindegy. Ha elnézést kérek a hangért, nem tudom, hogy ez mi történt őszintén szóval, mert nem ilyen a normális hangja. Valamiért dübörgött, serceget, szóval nagyon, mintha nem lett volna összekeverve, vagy kics, nem tudom kérdezni. Szóval sokkal, de viszont fárasztó volt, mert vagy én teljesen lefáradtam a saját filmen, az biztos, mert lehet, hogy izgalom miatt, nem tudom, hogy át. Szóval kicsit jó. A mitől fasisztát azért is emeltem ki ezt a dolgot, és úgy gondoltam, hogy ezt muszáj pontosan ezt a szöveget, ezt a magyarázatot, amin egyébként csak csodálkozom, hogy hogyan tudnak ilyen hülyeségeket kitalálni. Szóval és ezt megcsinálták, nem tudom hány tíz, százezerszer.
ezeket a dolgokat, hogy most összeült egy ilyen ötletstáb, és akkor elkezdenek fantáziálni, hogy mit találjunk ki. Nem tudom, vagy volt egy ilyen útmutatójuk, talán, hogy egy ilyen generátor, hogy mit lehet mivel összehozni, nem tudom, de elképesztő. Mondhatok valami. Csak annyit mondanék el, hogy ez nyilván azzal függ össze sajnos, hogy 1912-13-ban Husserlnél tanult Gustav Spät ezen a nyáron. És valószínű, hogy éppen azért, mert a német filozófiával volt kapcsolatos, akkor mindenki, aki valami módon a németekkel ezekben a szovjet időben kapcsolatban volt, az fasisztának számított, és ez szörnyű. Ez nagyon szörnyű. Tehát azok a vádak, én is először láttam ott ezeket a vádakat, és hát zokogásra fakadtam, amikor megálltam, hogy egy embert, aki hát itt számos idézet is volt tőle, aki egész életében a szabadság filozófusa volt tulajdonképpen, és ezt hirdette, hogy azt végül lefasisztázták, és őbe lőtték. Tessék, kérdés hátul, tudom, hogy mikrofont adni oda. Nem kérek mikrofont, Papas Ilános, hogy azt szerintem ez a német-nem-német kérdéshez, és szerintem rendszer nem érdemes benne keresni, mert ha nem a fasiszta német szótárban, akkor belekapcsoltak valami másba. Minden ékesebb az a döbbenetes lista, hogy köztársaságonként le volt osztva, hogy hány népellenségét kell. Nyilván az indok az teljesen mindegy, ilyenkor keresni. És csak azért is furcsa ez az egész, és ez az egész sztálini rendszernek a irracionalitása, hogy amikor Sztálin lefejezte a saját hadseregének, vörös hadseregének a felső vezérkarát, olyannyira nem voltak tábornokai, hogy például a hadtörténetet se taníthattak az akadémiákon, és akkor német tábornokokat, úgynevezett fasiszta német tábornokokat hívtak meg, de a Paulus tábornok szovjet későbbi vele harcoló katonatiszteket tanított hadtörténetre. Vagy ugye most 37-ben kivégzik Spétert, és rá két évre megkötik a Molotov-Ribbentrop paktumot, és azon kezdenek elmélkedni, hogy hát milyen közös gazdaság, ugye Lengyelországon felosztják, és a vörös hadsereg és a Wehrmacht díszmenetben vonul el egymás előtt Brest-Litovsk várában. Tehát ez egy teljesen irracionális rendszer volt, tehát szegénynek ez volt a sorsa, hogy akkor éppen őt is ki kellett végezni, gondolom én. Értem. Tessék, van-e még valakinek a filmről megjegyzése, kérdése? A filmben az voltam megragadó, hogy ilyen zenei szerkezete volt, mintha ezt, illetve egy gondolkodási nyomkövetés. Vagyis mintha a töredékből, mintha azt a nyomot követte volna, mint a palincesz, ugye a cím kínál, hogy visszatérő elemek is vannak, a kutyák, a gyermek, ugye, tehát van egy ilyen erős lírai vonulata, van egy egyre inkább okfejtő vonulata, hogy egyre többet tudunk. Aztán nagyon tetszett a jelen, a múlt és a jelen közötti közlekedés. Nagyon tetszett a magánélet és a politikum. Az lenne a kérdésem, hogy a vágásnál. Itt ugye utaltál arra, hogy hatalmas anyag gyűlt össze, tulajdonképpen még nincs befejezve, mert előttetek áll egy másik fajta megközelítése az életműnek. A vágásnál rajzolódott ki ennek a struktúrája, szerkezete, illetve azt is szeretném kérdezni, hogy a zene okozta ezt, mert a zenék, mintha vezérelnék az egész szerkezetet. Kivel lesz szó? János? Köszönöm. Nem, mert már forgatásnál ez meg volt, hogy hol lesznek a hangsúlyok nagyjából. És hogy... Szóval azt kell mondanom, hogy volt egy pillanat, meg azt tudtuk mondani, hogy na, most kész a film. De hát is akkor abba hagytuk a forgatást. És az zenei szerkezet, az valóban, ezt köszönöm, mert valahol én talán lehet, hogy túl sok is a zene, de először is minden zene orosz zene, ugye.
ez. Ez egyik. A másik pedig az, hogy szerettem volna valóban egy ilyen, hát hogy mondjam, egy kis oratóriumot, vagy valami ilyesmit létrehozni. És tényleg az elejé szerkesztés az segített ebben. Tehát a zenének a segítsége segített a szerkesztésben. A kis hölgyet kísérte az idős hölgyet mindenhová, ő ki volt? Itt ül. És ez hányban készült ez a... Ez 2008-ban készült, akkor forgattuk. Igen. Nyarán egy rövid részt, és akkor még én egyedül egy kis kamerával, és akkor 2008 telén voltunk én, hármasban. Sőt, ő is ott volt a hasában. Nagyon szép film volt, nekem nagyon tetszett. És a témája, hogy a múltban járhatunk. Köszönöm. Szívből gratulálok, nagyon-nagyon szép volt a film, nagyon hatásos. És tulajdonképpen én Petről nem tudok igazán. Örülök, hogy hallottam róla, de én valahogy úgy éreztem, hogy nem elsősorban róla. Az ő életén keresztül szólt arról a történelmi, tragikus történelmi korszakról, amikor egy népet kiirtottak, egy nép értelmiségét kiirtották. Ez a szépirodalomban találkoztunk ilyen, hogy érzékletesen ezzel több írónál. Van például egy nagyon-nagyon szép kötet, ez már régen jelent meg, az a Keser igazság, azt mondom, az a címe, hogy 37-ben mindegyik írás után ott van, vagy a végén ott van egy biográfia, és 37-ben ez korábban készült a kötetés, és akkor még erről nem is nagyon lehetett olvasni, de azért azt mindenhol, minden író után ott olvashattuk, hogy többé-kevésbé ez a 37 volt egy nagyon-nagyon kemény időszak, amikor nagyon sokan eltűntek. Tehát azt szeretném csak mondani, hogy igazán dokumentumfilmben ennyire érzékletesen nem is hallottam még, vagy nem is tapasztaltam, hogy erről a korszakról ennyire átélhetően lehet készíteni filmet. És még valami, ami szerintem nagyon nagy ereje volt, hogy ez a hölgy, ez fantasztikus személyiség. Tehát ő ahogyan ezt végig vezette a stábot, és ő maga is végigélte ezt a történetet, de úgy, hogy ezt nagyon keményen tartva magát, tehát tényleg a tragédiáját is átélhetjük, az egész életének a tragédiáját, de mégis ezt valahogy méltósággal tudhat, vagy láthatjuk. Úgyhogy nagyon szívből gratulálok hozzá. Köszönöm. Szeretem volna is valami kérdezni, hogy a 37 és a 40 közül, hogy melyik volt a valós dátum, azt honnan tudjuk, valami kiesett nekem. Ez az egyik kérdés. A másik meg egy mondat, hogy a vágás, hát hogy mondjam, nekem speciál túl gyors volt, tehát azok a képek, amik olyan hihetetlenül gyorsan változtak, azok szerintem nem tudom ki hány éves, 50 pluszt azt kizárják a felfogásából, azt én biztosan állíthatom, tehát harmadekkora mennyiséget, háromszor ekkora ideig föl lehetett volna valami fogni a képektől. Ezek a váltások, ezek nekem csak pont arra voltak jók, hogy ráfogjam, hogy igen, ugrálunk időben, de semmit nem tudtam. Nem jó a szemem túlzottan, de ez nekem túl kevés volt. Ezt lehetséges, csak... Két időpontot kéne előbb menni beleszólni. Igen. 37-ben végezték ki Tomszkban Gusztáv Spetet. Még elmondanám azt, hogy először Jenyiszejszkbe száműzték. És hogyha a felesége nem intervenél azért, hogy átkerülhessen Tomszkba, akkor talán életben marad.
de 37-ben volt a család, mint ebből kiderül, miként a leánya, a 92 éves lánya elmondja a filmben, csak 89-ben tudta meg, hogy tehát a 40 az nem valós időszak, hanem 37-ben főbe lőtték, tarkon lőtték Tomszkban Gusztás Petet. Egyébként nem tudom, hogy ebben volt az, éppen kirongáltam állandóan a hangot, próbáltam valami, hogy volt ebben, mert nem tudom melyik verzió ment itt most őszintén. Mind a kettőben volt kutatva. Két de nem papír. Az, hogy őt lefordította Hegelt, az benne volt ebben, mert az egy érdekes. Nem volt. Hát, Hegel a szellem fenomenológiáját lefordított, tehát amikor számüzetésben élt. És ugye itt láttuk, hogy a lánya többször, a fiatal lánya akkor még csak 22 éves volt és terhes. Többször meglátogatta, és vele lakott hosszú ideig. Akkor azon dolgozott, hogy Hegelnek a szellem fenomenológiáját fordította. De ott is eltüntették a nevét nagyon hosszú ideig, csak később jelent meg az új kiadásokban, hogy ő a fordító. Tehát a számüzetésben. A számüzetésben fordította Hegel szellem fenomenológiáját. Nagyon rossz minőségi papír, ami panaszkodik is, hogy egyszerűen steruzával, szóval őrület. A képek, itt valóban itt néha, némely részén teljesen úgy használtam a képeket, mint a zenei leütések. Tehát, hogy inkább dallamokat adtak ki a képek egymás utánisága, akkordokat. Tehát nem is törekedtem arra, pláne van az a szinte egy pár frémes sorozat. Nem is törekedtem arra, hogy egy-egy kép megmarad. Szóval az egész, az egymásra hatása az lett volna a cél. Nem mindenhol persze, csak vannak ilyen részek, ahol lehet, hogy pont azt kifogásoltak. Tessék! Nem hiszem, hogy mindenik kellene vágás. Én egy fantasztikus, most látom másodszor, de tulajdonképpen szerintem nagyon nehezen tud szóhoz jutni, hogy úgy lehet ezt ennyire egy olyan filmet csinálni, ami maga a film, szóval a film tulajdonképpen igazából arra alkalmas, mint ahogy ezt most is látok, hogy sok mindent megéreztessen, megsejtessen az emberrel, sokkal többet, mint ami valójában a náci vagy a hallaci. Én fantasztikusnak és nem tudnék sokat hozzátenni, hogy a történelemből sokkal tájékozottabb emberek vannak közöttünk, de úgy érzem, hogy ez legelőször is a formája ragadott meg. Hogy lehetséges, ugye minden művészet arra törekszik, hogy zene legyen. Ez pedig maga a zene és kép, szóval ezt nem is tudom, hogy hogy lehet ezt ilyen szépen megcsinálni. Nehéz volt. Sokáig tartott az ott a munka. Az élmény komplexitásához hozzátartoznak, számomra most is, már másodszor látom, a dokumentum részletek, a 24-es és 30-valahányos Moszkvából, ezt már megkérdeztem, de most a közönségnek mondjátok el, legyetek szívesek, hogy honnan vannak ezek a felvételek, azután a metróról szóló felvételek, és a zenéről azt szeretném mondani, hogy azért nem csak olasz zene volt, hanem ott voltak a Pazar Alexandrov musicalek, tehát a Volga tehát Volga. Tehát a szovjet zene is volt. Igen. És hát a montás, tehát az egésznek az abszurditását ez nagyon erősen megnövelte, hogy éreztük, hogy azt a hihetetlen diadalitasságot, amit az akkor hivatalos művészet sugall, az áll igazán szemben azzal, ami a valóságban történt. Köszönöm. Hát a... Ehhez kapcsolatban azt szeretném megkérdezni, hogy tulajdonképpen ezek az elején a nagyon gyors váltások, tehát a jelenlegi moszkvai helyszínek is egy 20-as, 30-as évekbéli, híradóbéli utca jelenetek helyszínek,
ezek azt a hatást nem ismertem rá a filmben, csak számomra azt a hatást keltették, mintha ugyanazok a filmek lennének, tehát a 20-as, 30-as évekbéli kiradó vagy dokumentum fölvételeken, mint a jelenlegi helyszínek. Tehát egy ilyen olyan montázs, ami tulajdonképpen a helyszíneket egymásra kopírozza, de azt a hatást keltették. Én Moszkvában nem jártam soha életemben, de bennem azt a hatást tulajdonképpen nem fölismerhetőek, mert nagyon sokszor van, hogy az utcai aszfaltot lehet látni a korabeli dokumentum fölvételeken, vagy olyan lényegtelen jelenetet, de mégis azt a vegymást kelti az emberbe, hogy ugyanazok a helyszínek mondírozódnak egymásra. Hát nem is ugyanazok, de ugyanaz a típusú helyszínek, persze. Ez van. Tehát, hogy vagy sokszor anyagszerűségében kapcsolódik, hol stílusában kapcsolódnak ezek egymáshoz, szóval a dramatikusságukban talán. Ugye egymás mellé vannak vágva ezek a képek, a régi képek meg az újak, és az új Moszkva meg a régi Moszkva. Hát itt ez nagyon elég, szóval nagyon egyszerűen arról van szó, ugye, hogy az a főszereplőnk, a Marina, ő itt élt el az egész életét, és benne ez a Moszkva egy állandó keveredés, mint hogy mindannyiunkban egy állandó keveredés. Tehát együtt létezünk a saját múltunkkal is, tehát csak ennyiről van szó, és ezt a múltat ugye próbáltak úgyis a Sztálin idejében eltörölni, ugye a múltat végképp eltöröljék, ugye ez volt a nagy szlogen, hogy radikálisan felrobbantott, belevágták az új Moszkvát a legértékesebb részébe a régi Moszkvának. Hát erre ugye találtunk például Ceausescu idejében is, aki nem Bukarestnek pont azt a részét szemelte ki köztársasági palotának, amelyik ugye Kis Párizsnak nevezték, és egy nagyon hangulatos negyed volt. Tehát valóban pont azt kell lebontani, amelyik talán a réginek a szimbóluma. Amelyik képviseli a régit, és az, ami a képviseli a régit, az valószínűleg a legértékesebb. Tehát, és ezek a robbantások, ezek a lebontások azóta is tulajdonképpen zajlanak. Hogy most éppen mit bont, hát hogy ismerjük a moszkvai ugye ilyen lakásmafiákat, vagy mit tudom én, vagy korrupciót, vagy amelyik példát vehetünk, ugye, itt bármit meg lehet venni bárhol, gyakorlatilag. Majdnem. Erre jó példa mondjuk az a Le Corbusier ház, amire simán ráhúztak két, ami műemlék, és simán ráhúztak két emeletet, de ott gyönyörű kilátás van ugye a Kremlinre. És az oda a sikerek törvegyük a Maria Gustavovnával. A Judit kérdésére válaszolsz? Judit kérdésére? Ja, ugye konkrétan hát ez egy játékfilm, az első, egy néma film. Hát most nem megyem, hogy milyen címe. De talán nem tudom, segítséget kérek. A másik pedig a Moszkva, az egy 36-os, 37-es filmhoz ki volt írva, mondjuk, ami direkt erről szól, hogy hogyan építjük újra Moszkvát, és akkor ott még fantasztikus dolgok vannak abban a filmben, hogy ott még olyan felelők harc, még csak makett szinten látjuk a jövő Moszkváját, de hát ez jó, hogy nem valósult meg. Az a jelenet, hogy az animáció, ahol tűnnek el a tornyok, azt mint egy ilyen pozitív jövőképet tárták a hallgatóság elé, mert ezt konkrétan a filmben egy előadáson történt. Tehát, hogy valaki előadta, hogy milyen lesz a jövő Moszkvája, és akkor ott mutatták be ezt a filmet. A filmes archív, hogy a honnan származik? Innen a budapesti archívumból, vagy orosz archívumból is dolgoztam? Ezek DVD-k. Egy orosz piacon
vett DVD-k, de ezek már jobb tiszták, csak fel lehet használni őket. Mert feloldották. Tehát ezt a korszakot már lehet használni. Nem tudom meddig. Végülis. De akkor, amikor a film készült, akkor lehet. Ez a musicales rész nagyon tetszett. Na, az az egyetlen, az a Dunajewski. Igen, az az egyetlen problematikus része, az a zene. A többi az mind rendben van. Dunajewski volt problematikus. És azért érdekes ez a dolog, mert ugye tudjuk azt, hogy Stalin megirigyelt a Hollywoodot, és nagyon erőteljesen, tehát a filmes világban ezeket a műfajokat, főként a musical vagy a westernt erősen át akarta ültetni, és ez most nagyon jól kijött. Ennek a több arcúsága, hogy ő a polgári lét teljességét tünteti el, és egy másfajta, végülis a polgári létezés másfajta szintjét megirigni. És hogy ez nagyon, ahogy kutakott, ahogy az archívumban a képek, mint egy palimpszesztként feltűnnek, mint ezt mutatná meg, hogy ez egy mennyire ördögi kísérlet, és hát pontosan mutatja a sztálinizmus nagyobb fasiszta jellegű veszélyét, mint ahogy József Attila mondja, hogy a két eszme ugyanabból a gyökérből táplálkozik, hogy a létezés, a szabadság minden fundamentumát eltüntesse. Köszönöm. Én szeretnék kérdezni valamit, a film végén melezgettem a szememet, hogy megtaláljam az operatőrt, és végül rájöttem, hogy ti ketten fényképeztétek a filmet. Miért választottátok ezt a megoldást? Csak anyagi okokból, vagy csak azért? Egyetemben. Igen? Csak. Anna, hogy miért mondtad azt, hogy ha nem kéri a feleség, hogy Tomszk helyett Jeniszeg kerüljön, akkor talán nem úgy alakul a sorsa? Miért kérte, vagy miért lett volna jobb, vagy igen, én ezt Marina Gusztávovnától tudom, akivel, mint mondtam, 2002-ben együtt utaztam a Tomicsa nevezető vonaton, és akkor beszélt erről, hogy először Jeniszejszkbe száműzték Gusztáv Spetet, és hogyha ott marad, egy évet ott töltött, és nem kerül át Tomszkba, mert éppen itt Tomszkba vádolták meg azzal, hogy hogy kapcsolatba került fasiszta összeesküvőkkel. Tehát, hogy, és a felesége járt közbe, ugye, Moszkvából, és kérte, hogy helyezzék át Tomszkban. Tehát ezt a Marina Gusztávovnától első kézből tudom. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy itt állandóan kérdezik, hogy mi az az RGGU, ugye? Ez a Hajdani Sanyjavszki Egyetem, most a Humántudományok Orosz Állami Egyeteme, az RGGU ennek a rövidítése, és hát ott tanított kezdetben Gusztáv Spett, ott volt a filozófiának a professzora. A régi neve a Sanyjavszki Egyetem, és az új neve az RGGU, amit olyan nehezen találtak meg, és senki nem tudta megmondani, hogy hol az RGGU. Egyik G az mi? A Russian State University of Humanities, ez a teljes neve, Humántudományok Orosz Állami Egyeteme. De most angol mondta. Igen, de utána magyarul is. Humántudományok Orosz Állami Egyeteme. Ha igen. Ruszki Gazudarstvenny Universitet. A harmadik gépen. Gumanitárnik nauk. Gumanitárnik nauk. Igen. Rasszinszki Gazudarstvenny Universitet Gumanitárnik nauk. Már én is elfelejtettem orosz. Bocsánat. Köszönöm szépen. Én egy bókot szeretnék átadni a filmkészítőinek befejezésül. A feleségem, akivel együtt láttuk ezt a filmet, amikor először néztük meg, ő most nem tudott eljönni, de azt üzente, hogy ez filmben olyan, mint egy Ulickája regény. Azt hiszem, ez egy nagyon szép bók. Köszönöm szépen, hogy köszönhetek.